60-as évek legelején. Következik egy érdekes időszak a 80-as évek elején, hogyha jól emlékszem a beszélővel egy időben, tehát valamikor 81-ben vagy 82-ben a katolikus vezetés tulajdonképpen Bulányi Györgyöt kiközösíti. Pontosan fogalmazok? Nem. Tessék. Szóval az a helyzet, hogy nagyon örült a Vatikán annak, hogy föld alatt dolgozunk. Kényszerűségből örült ennek, mert a Vatikán azt szerette volna kezdettől fogva, hogy hát tárgyalás. De a Molotov így csinálta a Vatikánnak a Szovjetunióba. Hát erre aztán titkos püspököt szenteltek, és kezdődött a föld alatti munka. Hajthatatlan volt a Szovjetunió, hogy az imperializmus kinyújtott jobb kezével a klerikális reakcióval semmiféle közösséget nem választ. Úgyhogy ide jött 45 elején egy ember a Vatikánból, és hát fölbízhatta a lelkes fiatalságot, engem is, és Kovács is itt van, még ebből a lelkes fiatalságból, hogy hát mentsük meg a hazát, azaz mi az egyházat. És mit ad Isten? 64-ben a második vatikáni zsinat hatása alatt a jó pápa, 23. János azt mondta, hogy hát a nézeteket elítélünk, de az embereket szeretjük. A tévedést elítéljük, a tévedőt azt szeretjük. Megtörténik. Ruscsov jó egészséget kívánt 23. Jánosnak. Akkor, amikor betöltött a 80. esztendeire, bíbor csak csodálkozta, hogy mi ez? 23. János azt mondta, hogy jobb, mint egy pofon. És akkor jött a Ruscsov lánya, meg az ajcsúbe, és rózsafűzért adott neki. Na, a vége az, hogy 64. szeptember 14-én részleges megállapodás jött létre a Vatikán és a magyar pártunk és kormányunk között. Részleges megállapodás, hát nem mondották ezt konkordátumnak, ahogy hivatalosan kell, mert hát azért Moszkva ennyire nem adta alá, de részleges megállapodás, ennek a részleges megállapodásnak mert aztán következmény, hogy kb. Egy jó 10 esztendő után, 14 esztendő után végre kiürültek a papoktól a börtönök. De az is 14 évig még utána tartott, nem adták föl azért az elvtársak olyan egyszerűen a bevált pozíciót, hogy a szocializmus legfőbb ellensége, a klérus. De ettől a pillanattól kezdve mi megszűntünk a hitvalló, a szenvedő, a börtönbe ülő egyház lenni. A 64 után kinevezett püspököknek a szemében, hanem olyan, akiktől távol kell tartaniuk magukat, mert ha létrejön újból a csúnya Mindszenti által produkált 20 esztendős kihagyás után újra létrejön a trón és oltás szövetség, hát, ugye akkor ilyen föld alatti mozgalmakkal, amin a kis közösség, a püspökök sem kenekedhetnek. Tehát ahogy kibontakozott ez egy gyönyörű megállapodás, úgy lett a kis közösségi munka egyre kevésbé eltűnt. Na most 75-ig nem lehetett semmit csinálni, vagy 76-ig, amíg a Mindszentiét, mert az odakint nyugaton mindent kimondott. Pápa azért megfosztotta őt, érseki székétől jól lehet megígérte neki, hogy te maradsz esztergomi érseke végig. Akkor ígérte meg, amikor kicsalták őt az amerikaiaknak a követségéről. És kezemben van az az írás, amit meg is jelentettem a Népszabadságba.
Bai László AIHA katolikus ügyosztályának a főigazgatója írt 76. szeptemberében. Vincentinek még azt közli, hogy ő nekik tulajdonképpen a Bulányival nincs is semmi baj, vagy nem különösebb. De a Bulányi az egyháznak az ellenség. Szeptemberben, decemberben pedig kiosztotta a püspöki karban a cédulát a bulányista papok megbüntetése céljából. Minden egyházmegyére lebontva tudta a lékai, hogy kik a bulányista papok. Na most a püspökök között volt egy 64-ben kinevezett püspökögőr, a Cserháti, aki nekem egyetemi lelkésztársam volt. Ő Pécsett, én Debrecenben voltam egyetemi lelkész, úgyhogy azzal titokban trafikáltam. Azt mondja, te, végig mentem ezeken a papokon. Volt olyan, aki azt se tudta, hogy vagy a világon. Volt olyan, aki már hallott is rólad. Egy volt olyan, aki találkozott vele, de egyiknek sem volt semmiféle kapcsolatod vele. Tehát kiírta a püspökök számára, hogy kik azok a papok, akik megállják a helyüket, akik dolgoznak, akik bátrak, akiknek hatásuk van még az emberekre. Hát ezek voltak a bulányista papok, ezeket kellett volna megbüntetni. 76 karácsonyán a lékai fölolvasta ezt, az Endrei Mihály, a Váci püspök, aki fiatalon lett püspök, és az ő szárnyai alatt kezdtük a bukor munkát, 50-ben volt az első találkozás közöttünk. Feláll és a listára néz, Halász Endre, Disztrai Laci, a legjobb papjaim, tentő barátaim. És akkor ezzel elkezdődött 76-ban, és szegény lékai egy pár eszendeig nem tudott semmit se csinálni, csak a körlevelekben vagdalkoztak írásaim ellen, hogy a lelkipásztori marketing az semmibe veszi a püspököket. De végre csináltunk valami olyasmit, amiben aztán a trón és az oltár szövetsége tökéletesen egyet tudott érteni, és közösen tudtak ütni. Addig-addig tanulmányozgattuk a Jézusi mondani magot, csak észrevettük, hogy Jézus üvejébe dugatta Péterrel a kardot. Csak észrevettük azt, hogy nem lehet verekedni, hogy szeretettel a gyilkolás nem fér össze, és 79 végén egyik társunk, amíg az első nemzedékbe tartozó Merzai Jóska, debreceni egyetemistám, visszaadta a katonakönyvét. Lelkiismereti okokból. Keresztény ember nem lehet katona. Keresztény meg gyilkos, ez így nem megy. Szent István oltáron van, de hát nekünk ez világos volt, hogy ez. És akkor vagy 31 néhány fiatal visszaadta a katonakönyvét. Na, három esztendőre ítélték el őket, azzal ítélték el, hogy magukat a saját püspökeik sem ítélik. Püspökök nem ítélték el őket. Azt a bíróság megtette el, mert a papokat, a fölbújtókat, azokat kényszernyugdíjazta, áthelyezte, fölfüggesztette, mindenfajta egyházi büntetést. Gazdag tárházunk van a büntetéseknek, a lehetőségeit ki tudjuk használni. Ez annyira megrázta a kommunista kedélyeket, hogy a Szentszék utazó nagykövete itt járt, és tárgyalt az államegyházi hivatalnak a vezetőjével, a Miklós Imrével, és a Miklós Imre a kis közösségeknek évtizedes bebörtönzése után azt mondta, hogy hajlandó szabad utat nyitni minden volt a kis közösségi munkára, csak ezt a nem katonáskodunk ügyet, ezt hagyjuk már abba. Ezt maga a Pocsi ajánlotta föl nekem, hogy ezt mondta néki a Pocsi, a Miklós Imre.
elvekből nem tudunk engedni, hát lehet, de hát azt meg kell gyomni. Nem lehet akkor az elveket fönntartani. Hadd kérdezem már azt meg, hogy 79 végén akkor, miért 79 végén indult el az, hogy mondjuk az emberek visszaadták a katonát? Miért nem hamarabb például? Hát kérem szépen, azt kellene tudni, hogy 61-re szabadultam, és a börtönbe tettem egy fogadalmat. Azt a fogadalmat tettem, hogy én soha életemben kisközösséget nem csinálom, indigót soha többet nem rakok be a gépembe, mert úgyse lehet semmit se csinálni. Mert a Teri elmesélte nekem, hogy akkor, amikor ő embereket akart szervezni, akkor az álló a barátkozásnál lépett be, akivel ő szóba állt, őt mint javíthatatlan esetet tekintették, ő neki nem szóltak, vagy ritkán szóltak, ellenben akivel elkezdett barátkozni. Annak megmondották, hogy ezzel a Kovács Terivel nem szabad barátkozni, és hát értett a jó szóból. Ezt ő 56-ban mesélte el nékem, hogy ez a nagy helyzet. Ezért, mikor engem visszavittek a börtönbe, letettem a fogadalmat magamnak, hogy nem, én többé nem játszom, mert egyszer véletlenül szabadulok, hát akkor csak azért csináljak újból kisközösséget, kapjak egy újabb élet, folytod, nem, én ilyesmit nem teszek. Kijöttem, és rendes, becsületes, tisztességes, szállító munkás voltam, mert az volt az egyetlen hely, ahol hajlandók voltak engem alkalmazni. Ez a tempóvállalat. Tempó, nagyon jó hely volt. Társadalom legalja, szakma nélküliek, alkoholisták, ez a... De nagyon jól éreztem magam ott, és... És mit csinált, atya? Hát kérem szépen, a gépet kivittük az egyik szobából, vagy teremből, fölraktuk a teherautó platójára, akkor elvittük az város másik végébe, ottan kellő szabályok szerint görgő pajszer levettük, például vagy elmentünk a Magyar Acélba, és ott a vastömböket raktuk a mérlegre, leltározás, hát ilyen... Úgy volt mondták, ideje, hogy volt, pillanat, volt ideje arra, hogy beszélgessen is az emberekkel? Hogyne. Tehát mondjuk arra vagyok kíváncsi, hogy térítő munkát sikerült aztán végezni. Most nem direkt térítő munkára gondolok, hanem hogyha mondjuk valaki hát megtudta, hát gondolom azért észrevették, hogy a hogy ön itt egy fehér holló. Így van? Tudták, hogy ki vagyok. No, Janukám. Te mi gondolsz, mi vagyok én itt közöttetek? Se gondolom, mert azt mondtad, ami benn van az írás, a Szentírás, benn van a Bibliában. Szóval elmondták, hogy beíratják a gyereket, nem iratják be itt arra. Csoportot nem tudtam szervezni belőle. A közvetlen társaim, tehát a szállító munkások, azok megbecsültek. Amikor kiközvetítettek bennünket, és ezt ott megtudták, hogy itt van a erőművészek között, ezóta nevünk egy pap, hát akkor jöttek. Hát, tudja, én arra nem jár a templomba, mert a teleszomámat a pap nem akarta eltemetni, mert nem volt pénze, és engem úgy felfogozott a tisztendő. Itt a Nóra, Szagikám, hagyja abban, majd én mondom a többit. Látta a papot Nagy Pénteken kolbászt enni, talicskával tolták haza őt, a mennyiségéről kiugrani az ablakon, ezt is láttak, elrögte magát. Antiklerikális nevelődésnek volt egy teljes történetgyűjteménye, és ezt fordozták magukba. De ez ritka eset volt, de volt, akiből ilyen reakciót váltott ki. Értem. Na most azt hadd kérdezzem már meg, hogy tulajdonképpen, amikor jöttünk errefelé az autóban, akkor azt mondta, hogy a Rákosit meg a Kádárt jobban szereti, mint ezt az 1989 utáni rendszerváltást, vagy rendszerváltozást.
tudnék, megváltoztak a társadalmi körülmények, tehát ma fele annyian vannak a bokormozgalomban, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt voltak. 20 évvel ezelőtt voltak olyan 1500-on, most meg vannak olyan 750-en, holott a demokrácia az elvileg azt is, azt a lehetőséget is biztosítja, hogy megsokszorozódjon a taglétszámuk. Na kérjük szépen. Az egyház, a Vatikán, a Molotov okozta tehetetlensége következtében, hát bedobja magát, és elküld egy komoly, őszülő, alántékú embert, aki megmagyarázza annak a 25 esztendős debreceni piarista tanárnak maga tekintélyével, hogy olyan idők jönnek, hogy az egyház csak föld alatti munkában tarthatja föl magát. Miért tudja megmagyarázni? Hát azért, mert itt van a vörös hadsereg. Na most erre, hát minden jó nevelt katolikus gyerek, amilyen volt a Kovács Feri is, hét gyermekes családból született, akkor 15 esztendős volt. Hát hallja, hogy mit mondott ez a horvát pap, hát persze, hogy hát miért ne mentse meg az ember az egyházat, ha ilyen magasztos feladat jut neki osztályrészül. Hát ez abban az időben természetessé vált. Nekem olyan nagyszámú és lelkes népem volt Debrecenben az egyetemistákból, középiskolákból a 40-es években, hát hogy bárki pap vagy püspök megnyalhatja a szája szélét attól. Majd széjjel vetett az öröm és a büszkeség attól, hogy egy ilyen népnek lehetek én egyetemi lelkésze. Hát ez a Rákosi korszakban volt. Ezt azért kérdezi a Géza barátom, mert azt mondottam, hogy Isten országa szempontjából csak Rákosi és Kádár. Ezek a megfelelő erők, nem a Gyurcsán, az Orbán meg, nem a globalizáció, nem a kapitalizmus. Isten országát ott lehet csinálni, ahol elkezdik ütni, akarni az embereket. És a Rákosi alatt azért nagyon sokat nem tudtunk csinálni, mert a levegőt akarom vele érzékeltetni. 51 nyarán is tartok még lelki gyakorlatilag az országba akármennyit. És az egyik aulában a papok azt mondják, hogy nyilván ezt a Bulányit beszervezte az ávó, mert csak ezért merhet ő még itt mindig ficángolni. Beszervezte, és most az a dolga, hogy lelki gyakorlatokat tartson, és lebuktassa a fiatalokat. De mégis, mikor született meg a bokor, mikor volt hatalmas, mikor töltöttem az évemet azzal, hogy az egész országot körbejártam, és mindenütt illegális lelki gyakorlatokat lehetett tartani. Hát a Rákosi bácsi idei. Ez... ha hihető, ha nem hihető számomra, mindenképpen tény, hogy akkor lehetett megcsinálni azt, amit ma nem beszélek. És akkor a 60-as, mert arra kérdések felelnem, hogy miért a 70-es, miért nem mentünk már a 70-es évek elején is, miért nem tagadtuk meg a katonáskodást. 64, ez a részleges megállapodás, ez adott indítást arra nékem, hogy én most már tudományosan megnézem, hogy kinek a szolgája vagyok, kinek a katonája vagyok. Hát mondta Jézus, amiket mondott, vagy csak félre lehet érteni, és akkor filológus a szakmám. Az evangéliumok Jézus ajkára adott mondatait elemeztem, és abból kijött, hogy aki Jézus tanítványa, az kicsi, szegény, és nem verekedik. Na most, ez hat vastag szanizdat kötet lett ebből, és
Hát ugye ezt lassan-lassan annyira föltött, hogy a börtönbe tett fogadalmamat elfelejtem. És kezdem mondani a Terike, meg a Merza Jóska népének, hogy hát azért gyűjjünk már össze, ez mondjuk úgy 67 körül van. És akkor fiatalok, papok, szerveződése elkezdődik, és a 70-es évek elejére újból kezdünk virágozni, és persze hamarosan fölmerül a kérdés egy-egy behívás alkalmával, hogy mit kell ilyesmit csinálni. Én vagyok a békesség barát, és mondom, gyerekek, ne élezzük már ki ezt a dolgot, hát éppen most kezdünk én, jó, akkor a bokorért, hogy el ne pusztuljunk, akkor inkább nem megyünk, nem adjuk vissza a katonakönyvet, de ez lehetetlenné vált az évek során, úgyhogy... Tehát akkor lehet úgy fogalmazni, hogy tulajdonképpen önök is politizáltak? Hát nem rossz. Félti az ember az életét, és félti az ember a gyerekeinek az életét. Hát miért tettem le a fogadalmat, nem akartam még egyszer egy életfolytot kapni. Hát politizáltam. Hát nem kellene ezt most csinálni, hát várjunk, csak többi. És nem lehetett várni vélem, mert 79-re a Merze Jóska azt mondta, hogy visszaadja a katonakönyvét, és utána a sor alá kerülő fiataljainknak a nagyobb része visszaadta a katonakönyvet. Jó, 30 gyerek. Na, ez 1979. Hát ehhez kellett, 71-re megírom a Kio 6 kötetét, és akkor jön egy 10 esztendős komoly felfejlődés, és akkor, amikor rengeteg lelki gyakorlat, és rengeteg közösség van már mögöttünk, akkor egy olyan közlevegő támad, hogy hát nem lehet meg nem levő bokorigazolványunkkal, a zsebünkkel a katonakönyvet is ott tartani mellett. Hadd kérdezzem azt meg, hogy Bulányi Pátert kinevezheti Gyurka testvérnek? Engem nem Gyurka testvérnek neveznek, hanem vénségek 70 és 90 között azt mondják, hogy Gyurka, és a fiatalabbak pedig, mint csak 50-60 évesek, azt mondják, hogy Gyurka bácsi, és az óvodások is azt mondják, hogy Gyurka bácsi, és tegezi egymást mindenki. Testvér, ilyesmit nem mondta. Amin ezt az egyik újságból olvastam, úgyhogy hogy? Azért, hogy Gyurka testvér az egyik 89-es december 1-i reformban olvastam. Igen, hogy így hívta. A bűnösebben. Azt hadd kérdezzem meg azért, mert én szerintem az egy érdekes kérdés, hogy abban az esetben, hogyha gyilkos, ugye mert ez egy érdekes dolog, ez az erőszakmentesség, nem Bulányi Páter találta ki elsőként, hanem foglalkozott már ezzel a problémával Dosztojevszki, és meg foglalkozott Gandhi is. És? Gandhi. Gandhi, jó. Nagy név a bokorban. Igen, tehát, és ugye ott az egyik 2001-es újságban van egy ilyen mondat, ugye, hogy nagyon nehéz azt a katolikus emberek számára, vagy egyáltalán hívő emberek számára, az emberek többsége számára nagyon nehéz azt megemészteni, hogy maradj tétlen akkor is, ha gyilkos támad a gyermekedre. Mert a bokor azt mondja, tehát ugye önök azt tanítják, hogy ugye ez egy ilyen szélsőséges erőszakmentesség, ami azt jelenti, hogy akkor sem használok fegyvert, hogyha a hozzátartozóimat éri támadás. Történeteket lehet kitalálni, és hogyha az urok a hugodat elviszed a Gellérthegyre sétálni, és jön a huligán, akkor hagyom, igen, hogy megerőszakolja. Szóval ilyen történetet bőven. Na most fel is dolgozták ezeket a történeteket a Graham Greene-nek a Szerepjátszó című regényében. Dél-amerikai színhely, van egy szektás vezér, aki teljes elkötelezett a Jézusi erőnem alkalmazásnak, és azon az éjszakán meggyilkolnak egy nőt, abaditák, abban a szállodában, ahol laknak.
Na ez kell az eszmei ellenfeleknek, és hogyha a te feleségeddel történt volna, te hagytad volna, vagy pedig valószínű, hogy pisztolyt ragadtam volna, és most nagyon szégyelném magam. Jó, szóval akkor ezek legendák tulajdonképpen, itt erről van szó. Hát könyörgöm, a rablógyilkosok, a huligánok, hát mit csinálnak azok az emberiségben okozott gyilkosságnak egy ezrelékét? Hát a 999 ezrelékét az Isten kegyelméből uralkodó királyok és császárok csinálták, kereszténység előtt és kereszténység után. Hát ma is, hát a huligánok. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy kifejezetten a szervezett öldöklésre vonatkozik ez a nem, a hát természetes, hogy magánemberként sem ölök, és természetes, hogy az Amerikai Egyesült Állam elnökeként sem ölök. Uh-huh. Ne, erről le kell szokni. Konfliktusoknak békés megoldását kell keresni. Meg is lehet folytani egy feleséget, meg hát alkalmazkodni is lehet. Hát beszéljen, hogyha már asszonynak szóval. Szóval konfliktus megoldás. Ezt jelentette be Jézus Isten országa címe. Jó, csak erre azt lehet mondani, hogyha a konfliktusokat meg lehet oldani békésen, de hát van, amikor nyilván nem lehet megoldani békésen, sőt, van, aki azt mondja, ugye, hogy van olyan béke, ami rosszabb, mint a halál. Na kérem szépen, konfliktus megoldásokról nem vita estet kell rendezni annak a módszerűen, hanem el kell kezdeni az általános leszerelést Bulányi Györgynek, Bulányi Györgynél. Én nem ütök vissza. És meg kell győzni a Farkas Henriket, hogy ő se üssön vissza, hogyha ütik. És hogyha ezt az agybajt általánossá tudjuk tenni az emberiségbe, akkor leszokunk erről. Az evangélium az nem duma, az evangélium az cselekedet is. Szó és tett teljes harmóniája. Jézusnak nem volt semmije ahhoz, hogy mondhassa azt, hogy boldogok a szegények. Jézus dicsérhette a kicsiséget, az alacsonyságot, de nem volt a társadalomban senki. Jézus dicsérhette azt, hogy tartsod a bal orcádat is, hogyha jobbról megpofozna. De visszadugatta az ő saját védelmére a hüvelyből kihúzott Péteri kardot. Ez nem duma az, amit Jézus az Isten országa címen hozott, hanem a szó és a tett harmóniája. Hát amíg az ember mesél, addig a mesének nincsen hatása. Hogyha az ember nem csak mesél, hát annak sincs sok hatása. Tehát annak hatása, mert az embert azonnal felakasztják fiatalon. Szóval valaki annyira radikális, mint ahogy Jézus. Főpapok gondoskodnak arról, hogy megdörzsölik a kezüket, és Pilátusnak megmagyarázzák, hogy följelentelek Rómába, kisöcsém, följelentelek, aztán kapod a méregpoharat, amit ki kell inni, ha ezt a názáretit el nem távolítod nekünk az útból. Jó, na most akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen önök vállalták ennek a, tudom, hogy rossz a kifejezés, a forradalmi élcsapatnak, vagy a kovásznak a szerepét? Kovász, ez a helyes kifejezés. Munka közben tanul a gyerek. Mi úgy tanultuk, hogy elővettük Jézus mondatait, és elkezdtük analizálásnak mindenfajta módját, kitaláltuk szöveganalízis, szóanalízis, és feketén-fehéren kijöttek ezek az alapelvek, és az alapelvek pontos harmóniában voltak azzal, amit Jézus csinált. Egy nevelő iskolát hoztunk létre, egy kis közösségben 6-8, na,
10 ember van, két hétre találkozik, eltölt egy délutánt, és körbe megy a szó, nem lehet belebeszélni. A szavattyúsok nem kaphatnak szerepet, mert a soros elnök beállít, így várja sorodra, majd hogy ez a 7 ember beszélt, akkor újból te elmondhatod, hogy te mit gondolsz. Ennek a módszernek hihetetlen nevelő iskolája van, nem fegyelmező, hanem gondolati struktúráját alakítja át az ember, és valaki valamit mond, arra én azonnal hajlandó volnék valamit bekiabálni, nem kiabálható meg, és mire rákerül a sor, eszem ágába sincs azt mondani, mert 6 embernek a véleményétől megokosodtam, és már egészen mást akarok mondani, mint azt a riposztot, amit arra szóra rávágtam volna. Mm-hmm. Jó. Attól azért nem vonatkoztathatunk el, hogy mondjuk 1945-ben, amikor nem biztos, hogy nagyon sokan, biztos, hogy nagyon sokan voltak Magyarországon, akik vidámak voltak 1945-ben, mert hát ugye vége van egy háborúnak, tehát mindenki reménykedik, ugye, hogy milyen jó lesz majd, és hogy ülve is kibírjuk, amíg az oroszok, vagy guggolva is kibírjuk, amíg az oroszok hát el nem mennek innen, mert azt hitte mindenki, hogy legfeljebb hónapokig maradnak még itt. Mindszenti az, aki ugye az egyházi hierarchiának a legmagasabb posztját abban az időben betölti, akiben gondolom, hogy azért ön is bízott és reménykedett, tehát egy ilyen mozgalmat, mint amilyen a bokor mozgalom, mint amiről az imént beszélt, teljes reménységgel el lehet indítani. Na most Mindszenti 1976-ban eltűnik Magyarországról, a bokor mozgalom, vagy 70-ben. Igen. Mikor halt meg Mindszenti? 76 elején. Akkor 76 elején végül meg is hal. Na most a bokor mozgalom ennek ellenére ugye a második felfutását azt a 80-as évek, 70-es évek legvégén, vagy a 80-as évek elején éli meg. És az 80-as években, hát hogyha valamit lehetett tudni, mindenki tudta azt, hogy mit jelent a bokor mozgalom, legalábbis értelmiségi körökben, még ma nem biztos, hogy mindenki tudja. Tehát ilyen szempontból rosszabb a 89 utáni állapot, mint a korábbi volt. A 60-as évek végétől a fordulatig az egy egyértelműen emelkedő pálya. Hát 89 után kérem, normalizálódnak a dolgok. Normalizálódnak. Én háború végén születtem, az első világháború végén, és 45-ben már felnőtt ember voltam, 43 elején szenteltek pappá. Hát felnőtt ismereteim voltak arról a világról. Hát mi az, hogy normalizálódik a világ? Az, hogy a papok csinálják a dolgokat, a civilek, a világiak, pedig szintén csinálják a dolgokat. Ez a egyházat megvendjük talpra mindenki, aki él, férfi, nő, fiatal és öreg, mentsük meg. Ennek a helyzetnek vége. Ennek a helyzetnek vége. Megkönnyítette nagyon a szocialista munkaerkölcs a bokor kivirágzását, mert ugye a szocializmusban dolgozgattunk és fizetgettünk nekünk, és hát a fizetgetés mellett azért rengeteg szabad ideje volt az embernek. Hát az nem fordult elő, akárhány csoportja is volt valakinek, hogy valaki a csoport összejövett, erre ne jött volna el. Még a kismamák is elintézték, vagy helybe mentünk, hogy a kismamák voltak. Minden megváltozott 89 után. Azt mondja az egyik bokortak, hogy hát munka az van, nincs munka nélküliség, csak 13 óra, napi 13 óra. Most azt is látni kell, hogy 70-es évek vége óta a bokornak nem szenteltek papot. Miért? Addig szenteltek. Ha tetszett nekik, ha nem, a központi szemináriumnak az elitje, a java, a krémje, az mit bokortag volt. Tehát tele voltunk fiatal papokkal. 20 esztendő óta nem vesznek fel olyan gyereket a szemináriumba, akinek bokor érintettsége van. És
kirúgtosták a szemináriumból azokat, akik a... Tehát ma a papok bizalmatlanul néznek. Erre a Rákos és Kádár korszakában szükséges volt pasztorális eszközre. Most mi itt vagyunk mi, és tesszük a dolgokat. A világiak részéről pedig a helyzet, hát nem tudunk annyit áldozni időben, mint amennyit az elmúlt évtizedekben áldozni tudtunk. Na ez a normalizálódásnak talán a legmélyebb oka, mondhatnám, hogy sokkal csúnyább a mammon imádat. Futunk, rohanunk a pénz után. A pleonexia, többet birtokolni akarás. Jézusnak olyan szavait őrizték meg ezek az evangelisták, amelyek érzve kívánkoznak. Többet birtokolni akarás. Hát ki nem akar többet birtokolni? Senkitől se hallottam, hogy szállítsák már le a fizetésünket, mert disznóság, hogy mi Magyarországon mennyit keresünk. A világ leggazdagabbjai közé tartozunk, már csak 15% van, aki tőlünk gazdagabb, és 85% aki tőlünk szegényebb. Szállítsák már le a fizetésünket, kérem, ez disznóság, az az életszínvonal, amit mi produkálunk, hát ez tűrhetetlen, mi keresztények vagyunk, igenis követeljük a kormánytól, hogy vegyék el a fizetésünknek legalább a harmadát kezdetben, akkor még nem lesz egyenlőség a világon, és ezt küldjék el valamiféle éhező ország. Jézus azt mondta, hogy a többet birtoklás zár ki az Isten országából. Az, hogyha az Isten adott egy földgolyóbist 6,5 milliárd embernek, akkor az a földgolyóbist terem annyit, amennyit, azt 6,5 milliárdra elrészeljük, és ami neked jut. Na, azt hiszem, hogy annyi jutna, hogy havi 10 000, ez jutna, ez mellett a 6,5 milliárd felévágás mellett. Tehát akkor az, amit önök hirdetnek, az utópia. Miért utópia? Semmi akadálya nincs annak, hogy ezt végrehajtsuk magunkkal. Mind azt, hogy nem ütök vissza, mind azt, hogy megnézem, hogy növelem-e a kiadásaimat, vagy pedig olyan szinten tartom magamat, mint amilyen szinten a legszegényebbek. Na most itt az ember átverheti magát, meg komolyan is verheti. A fordulat előtti években, aki nyugatra utazott, az kisíbolta a forintot az országból, mert volt nekünk bokorkasszánk. A bokorkassza úgy állt össze, hogy 75% az éhezőké, mert mi gazdag, jólét, vidámbarak, szocialista ország vagyunk, ahol mindenünk megvan, meg is volt. Vannak, akik visszasírják 70-es és 80-as éveket, hát 75%-a annak, amit meg tudunk takarítani, az az éhezőké. 20%-ot a lakás kölcsönkasszába adjuk saját bokorbeli testvéreinknek, akik házasodnak, de csak kölcsön, mert mi magunkat nem támogatjuk. 5%-ot meg föntartunk a bokor kiadásaira, mert hát Éva néni már eltemettük, az verte a vég nélkül a billentyűket, hogy már ne kelljen a papírost és az indigót is neki megvásárolni. Szóval ilyen kiadásokra, meg amit hát még produkált a bokortagság számára, arra 5%-ot lecséptük. De hát elküldeni csak úgy tudtuk, hogy aki külföldre ment, az zsebébe rakta a megfelelő címleteket, és Nikolcdorba, Miklósfalván az első ahhoz, hogy a faluba feladta postára Teréz anyának, vagy pedig a Prakasnak, ez egy indiai jezsuita, aki ottan nyomorú gyerekeknek a nevelésével foglalkozik. De
csodálatos dolgokat lehet csinálni, az ember elkezdi a tudatát átalakítani, és rájön arra, hogy az utópia nem utópia, mert van helye, az utoposz, az jelent, hogy nincs helye, ez a görög szó. Van olyan helye, aki megcsinálja. Az embernél, a személynél kezdődik. Mennyire volt egyedülálló az önök mozgalma, mert ugye ennek a mai vitásnak az a címe, illetve hát ennek a mai összejövetelünknek az a témája, hogy a bokor mozgalom közép-európai jelentősége. Egyrészt a szomszédos országokban volt-e az önökéhez hasonló mozgalom, vagy pedig ez egy ilyen magyar sajátosság? Nekünk Erdélyel volt szorosabb kapcsolatunk. Erdélyből a kispapok jártak is a lelki gyakorlatainkra. Dobrókhoz nem mentünk, mert az a pap, aki Debrecenbe eljött, az csak egy hónapig volt nálunk, és akkor átment oda. Azt tudtuk, hogy ott elvégezte a maga dolgát, hát ott nem jelentkezett a magyarság részéről az az igény, ami Erdély részéről igény megvolt. És a délvidékkel valahogy nem kerültünk kapcsolatba. Valig az masszív katolikus tömb. Tehát ott rengetegen vannak. Hol? Délvidéken, gyakorlatilag majd, hogy nem mindenki katolikus. Tehát van 4 protestáns falu, és a többiek azok pedig katolikusok. Vagy lehet, hogy őket már megrontotta az anyagi aság? Csak sokkal több lehetőségük volt nekik dolgozni, mert a Tito-féle szocializmus, az olyan szocializmus volt, ami az egyházat élni egyet. Márton Áron egy egészen másfajta utat járt be, mint mondjuk a magyarországi katolicizmus. Én úgy gondolom, hogy hát Mindszentivel nem nagyon tudott a Kádár rendszer mit kezdeni, úgyhogy nem volt az véletlen, hogy 70-es években végül is mint egy kicsempészték az országból, így van. És utána a magyarországi katolikus egyház az inkább, vagy a magyarországi egyház együttműködött úgymond a hatalommal. Romániában erről nem lehet beszélni, azt hiszem. Na. Van a magyar katolicizmus egészének egy hősi korszaka, 20 évig tart, 45-től 64-ig. Minden létezhető püspököt, papot, nem püspököt lecsuktak, összevertek, megfélemlítettek, és alig-alig volt békepap. És aki volt is békepap, azt is rákényszerítették valami módon. Úgy érzem, hogy olyan magyar virtus volt, hogy a mindenit ezeknek az oroszoknak nem fekszünk le. Szóval ez volt az első 20 esztendő. És akkor, amikor részleges megállapodás jött, hát akkor a normál magyar ember úgy gondolja, hát a papok megengedhetik magunknak, hát akkor mi is? Ezt a marxistáknak az egyháztörténet írója mondja, hogy a 64 az úgy fölgyorsította Magyarországon az elvallástalanodást, hogy lettek újból püspökeink, és megnyíltak a lehetőség, ezt felgyorsította. Én akkoriban vasárnaponként Pécseren a Halászbandi bácsinál jártam, éreztem, hogy kezd esni a templomba járóknak a száma. Tehát ez a magyarországi, ez most Erdélyben a dolog kicsit másképpen volt, mert az első fele ott is megvolt, mert ugyanúgy bántak ott az egyházzal, mint ahogy itt, még ráadásul, tehát még, na most lúghatunk egy, még egyet a magyarokra, ez a magyarokon, ezen a címen, és hát Márton Áron is nem tudom hány esztendő után szabadult úgy, hogy nem hagyhat el a gyulafehérvári érseki palotán. De szabadulása után azt mondotta, hogy minden intézkedés
a letartóztatása után hozott egyházi intézkedés érvénytelen. Azaz mindenkinek vissza kellett mennie oda, ahol volt, akkor, amikor őt letartóztatták. Ismerte egyébként, személyesen találkozott vele? Személyesen találkoztam vele. Hát, 60-as években, 70-es években Görgény Szent Imrén, Börzsei Márton piarista rendtársamnak, és ott volt Bérmálló körúton, és ott lakott ő is, a Marcinál, én is, és beszélgethettem vele, és azt kértem, hogy letérdepelhessék, és csókolhassa meg, hogy nem, de azért van egy engedte. Na, hát ha van szent a világon, akkor a Márton Áron a szent. Semmi habajgóság. Semmi. És csúnyát fogok mondani, Isten élmény, meg nem tudom micsoda, amivel teli van, különösen ez a 89 utáni világ, amelyik azt hiszi, hogy mondjam, nem mondjam, hogy a szűzanyát látni, ez a tökéletességnek, és mi van, kedves testvérem, hogyha látod a szűzanyát? Isten országa csak abból van, hogy nem verekedsz, maradsz kicsi szolgáló szerepbe, és a többet birtokolni akarásban visszafogod magad, csak ettől van Isten országától, hogy láttad a szűzanyát kéken, fehérben. Ettől aztán nincsen Isten ország. Na de hát a Márton Áronra kell visszatérni. Na most a Márton Áronnak a visszatérés és az a rendelkezés, ez elvágta a békepapságnak a lehetőségét annyira, amennyire el lehet vágni, hogy az ember ne kutyuljon el 40-50 esztendő alatt, hogy a hatalom erősen kutyítaná őt, és ígér ezt, azt, amazt. Mások lett voltak. Mások voltak, mint amilyenek mi vagyunk. Aztán 89 után ott is beállt a normalizálódás. Annak rendje és módja szerint beállt a normalizálódás. És ha már nincsen különbség, vagyis Erdély papok. Jó, és hát mondjuk, hogyha a másik nagy, és hát mondjuk úgy, hogy velünk rokonszenvező országot nézzük, a lengyeleket, ahol az egyháznak azért egy kicsit más a helyzete, más a szerepe, mint mondjuk Magyarországon volt, akkor azt hogyan lehet értékelni? Vagy a horvátokat, akiket ön viszonylag jól ismer? Mert ez két teljesen különböző tészta. Ennek a nemzetnek 150 évig nem volt hazája. Már a lengyeleknek. Lengyeleknek. Ez a nemzet 150 évig az Istenhez tartozott. Jézushoz tartozott. A szűzanyához tartozott. Adi Endre, aki nagyon nagy ember, Jézus szempontjából is nagy ember, írt egy verset, század elején. Ének a Visztulán. Halad a Visztulás lengyelasszony gyermeket ad örökre, s nincs ott halál, ahol dalolni és szülni tudtak. Egy közel 40 milliós nemzet lett belőle, mert daloltak és szültek. Ahol dalolnak és szülnek, ott papi hivatás és arkad és jámborság, és az egy külön világ. Kicsit botoskák, nekünk egy kicsit jámborabbak, de hát de ők tudnak adni papot Debrecenbe, nem Debrecenbe, itt is, ott is, mikor nálunk meg eltűnik.
a papi hivatás. Mióta tűnik el? Azóta, mióta egy útnak beavazott. Ez az út pedig az, hogy a tehénfara mellől eljutni értelmiségi státusba, ez az egyetlen mód. A magyar társadalom 70%-a számára, hogy elmegyünk akkor papnak. Minden kalapomat leemelem a lengyeleknek a embersége mellett. Egy nép, amelyik imádkozni feleség mellett kitartani, gyerekeket világra hozni, hát ettől még nem, ez még nem Isten ország, ettől csak megmarad a nemzet, úgy, hogy a miénk nem marad meg, mert kiírtjuk magunkat a 21. század végére, kiírtjuk. Látom a családomban, hogy kiírtjuk magunkat a 21. század végére. Ők nem. Hát az a nemzet, amelyik az Isten alapvető parancsát, hogy az a férfi ragaszkodjék a feleségéhez, és gyermekeket nemzenek, megtartja, annak van jövője. Lehet, hogy egész Európából, mert a többi európai nemzetek is hozzánk hasonlók, a lengyelek fognak megmaradni, a többit az elönti a Mohamedán bevándor, segédmunkás, vendégmunkás réteg. A kommunistáknak is meg kellett hajtani a fejüket a lengyelek előtt. Hát ez a Wojtyla, ez a mostani pápa, ez nagyjából kortársam, 2 évvel fiatalabb tőlem. Hát ennek nem kellett börtönbe menni azért, mert kisközösséget csinált, és csinálta a kisközösséget, mert hát ekkora tekintélye volt a lengyel egyháznak. Na, tiszteletre méltó társaság. Horvátok? Azok olyanok, mint mi. Szlovákok? Kicsit jámborabbak. És az mit jelent, hogy kicsit jámborabbak? Na. Tehát annak van jövője, aki jámborabb? Azt te mondom. Lengyel ügy külön, szóval valami más szót kell használni, hogy össze ne lehessen kavarni a kettőt. Megmutatom, hogy mi a helyzet a tótoknál. Ugyanaz az ember jár náluk is, mint nálunk. Ugyanaz ember találkozik velük, mint aki találkozik vele. Most a nálunkat azért cserélem le velemre, hogy konkrétabb tudjak lenni. Hát mi van akkor, hogyha a Bulányinak megmagyarázzák, hogy kisközösség, föld alatti közösség építés menti meg az egyház. De megnézzük az írásokat. Filológus, egy magyar-német szakos tanár, az elemezni fog, és kihozza azt, hogy mi az Isten ország. Most nem tudom, hogy kit talált ott ez a horvát pap, de alig egy ilyen filológus fajtát, mert egész más következménye volt, hogy ugyanaz a pap járt Debrecenbe, és ugyanaz a pap járt Felvidéken. Ott az a következménye lett, hogy mi ezeknek a csúnya békepapoknak a miséjére nem megyünk. Tessék nekünk titkosan főszentelt püspököt adni, aki főszenteli a cilineket papukká, hogy misézzünk. Hát egy ilyen miséző jámbor társaság. De ebben kapcsolatban vagyok most már 89 után velük. Na, szóval ahogy az újbegyünk se egyforma, egyikünk se 6,5 milliárdan, és nincsen egy-két azonos, hát a nemzeteknek is külön jellege van, külön jelleme van, külön sajátosságát. Talán nem egészen vagyok, nem jellemző a fajomra. Hát, hogy bedobnak egy követ, akkor itten filológusra talál egy kavicsot.
oda fönn pedig nem. Hát inkább nem kell belemélyedni, hogy így van, vagy úgy van. Az a fontos, hogy rendes ember legyen az, aki nekünk misét mond, és mondja, hogy Dominus Obiscum. Mennyire különböznek egymástól ezek a különböző magyar közösségek? Tehát most az erdélyit említette az imént. Mondjuk az erdély mennyiben különbözik a magyarországitól? És milyennek az oka? Hát kérem szépen, én nem hiszem azt, hogy Erdélyben lettek volna kis közösségek. Mert hogyha az ember kisebbségben van, akkor bizony nemzeti kérdés, hogyha szól a harang, akkor az ember elmenjen a templomba. Kolozsvárot járok, és mondom ott a barátomnak, hogy te, nekem fáj itt lennem, egy román város csináltatok, azt mondja, vasárnap gyere. Nézd meg, hogy milyen zsibongás van a Szentné, hát az emberek jönnek a templomba, és akkor sokkal több a magyar szó, mint ha mennyi a román. Erdélyben nem kell kis közösséget csinálni, hát ha pap meghúzza a harangot, akkor aki nem hót, még nem eleven, az elmegy a templomba. Ezt az úri huncukságot, az ateizmus, hát ugye itt ezt a többségi nemzetük vagyunk, hát itt megengedhetjük magunknak, de hát, ahol az egyetlen hely, ahol magyarul lehet szólni, ott megeresztjük ám a hangunkat. Ha kálomisták vagyunk, ha pápisták, mind a két esetben. Nem, nem. Szóval nem kell egy kis közösséget csinálni. Csak azért jöttek ezek a papok, hogy a nagy-nagy elzártságukban művelődjenek. Bálint Lajos volt a mostani gyulafehérvári érsek előtti érsek. Ez 70-es éve egy Csíkszentdomokosban volt plebános. Hát elmentünk egy trabantra való, vagy ötüléses kocsival Csíkszentdomokosra, megtanítottuk őt analizálni. Szóval művelődtek, de népük az megvolt. Jó, azt hadd kérdezzem meg, ugye, hogy a globalizálódó körülmények között mi a bokor mozgalomnak a közép-európai jelentősége? Én mondom. Hát, hogy fönntartsuk, hogy nem az a kereszténység, amit a történelemben és a 2000 esztendőben megtanultuk, hogy semmi köze nincsen a kereszténységgel. Annak, hogy honfoglal őseinket felhozát, Kárpát, Szent, Bércéles átadni a szép hazát, bendegúznak ér. Ennek semmi köze nincsen Jézus Krisztushoz, hogy Mózes imádkozik, Józsué pedig a filiszteusokat gyilkolja, és az Isten segíti azt, hogy a zsidók vagy a magyarok hazát kapjanak, és aztán leggazdagabb persze a király, és akkor utána következő gazdag az esztergomi érsek, mert van a király, aztán jönnek a főpapok, aztán főr. Nem, hát az Isten országa az az, hogy egy mezitlábas názáreti ácsműhelyét bezáró Jézus megy a 12-vel, és kézrátételesen gyógyít, és mondja, hogy hát Isten országát kell csinálni, és utópia. Nem, mert megkérdezi őket az utolsó vacsán, hogy volt valami három esztendő alatt hiányat? Nem, semmiben. Akkor, amikor a Getsemáni kertben volt a szállásuk. Akkor, amikor időnként sokat köröztek Kafarnaum körül, a legtöbb gyerek oda Kafarnaumba való volt, hát hazaszaladtak egy kis hazaira is. A szó és a tett egy volt. Nem utópiának élték meg azt, amit Jézus csinált. Hát a bokornak az a jelentőség, hogy fenntartsa azt, hogy semmi köze nincsen Jézushoz annak, amit ti kereszténység szímén csinált. Megöntjük a bubát. És akkor csodálkozik, hogy kitagadták tulajdonképpen? Nem is tagadták ki, szóval ez egy nagyon érdekes dolog, nagyon ellentmondásos, nem? Kérem szépen. Az államhatalom rákényszerítette a lékait, rákényszerítette. Lékai az pianista diák volt. Az Princeps Juventutis volt. Egy rendes, jó tanuló
kályhásmesternek a fia volt. Hát tisztában volt ő is a dörgéssel, de az Ávó megdolgozta keményen 20 esztendő alatt. Egyszer beszélgettünk bíboros korában, és amikor hát a mikrofonnál a poloska előtt ott nyomta a kakaót úgy, ahogy az Ávó diktálta, de amikor a poloska hatókörén kívül visszaadom én nekik ezt az ügyet, és föladta tőlem 10 esztendővel idősebb bíboros, a semmi piarista tanárnak a vállára térik a váltot. Mi is volt a kérdés? Hát az, hogy csodálkozik azon, hogy nem nagyon szeretik önt, illetve ez a viszony, ez egy elég érdekes viszony, mert rendszerváltás vagy rendszerváltozás után azért mégiscsak útlevelet is kapott, azt hiszem, hogy már 1990-ben, mert addig elvették Bulányi Györgytől. A 89. októberében kaptam meg, mert azt mondtam neki, hogy minden újság szívesen veszi ezt a témát 89. októberében, hogy maguk még mindig visszatartják az útlevelet. Na, hogy... És 97, igaz, hogy 97-ben kellett, de 97-ben tulajdonképpen Róma is azt mondta, hogy Bulányi páterre nincs semmi bajunk. Így van? Ezt mondták? Nem ilyen egyszerű. Uh-huh. Van még egy kis idő, hogy egy picit fölbontsam ezt az ügyet. Róma tisztában volt azzal, hogyha 20 mincenti esztendő után 64-ben részleges megállapodást költ, akkor reánk nincsen többet szükség. De hát azért becsület is van a világon. '76-ban a Bai László azt mondja, hogy itt az idő, tessék dolgozni. 82-ig húzza a mincenti. És még a Lékai az ügyet. És még tovább húzza volna, nem jön be ez a katonai szolgálat megtagadási ügy. Tehát 76-tól 82-ig nem történik semmi. És mi történik akkor? Addigra megpújítja az Ávó minden egyes püspököt, hogy elfogadják azt, hogy magyar püspöki kar egyenként is összességében eltiltja Bulányi Györgyöt a nyilvános papi működés lehetőségétől. Hát ez olyan nonsens. Mi az, hogy eltítja a nyilvános papi működés lehetőségét? Mi az, hogy nyilvános papi működés? Mi az, hogy nem nyilvános? Egyháznak ilyen büntetései vannak. Elégetem mind eretneket. Felvilágosodás kivette a gyufát a elégető kezéből. Most csak az lehet, hogy kiközösítés. A kiközösítés annyit jelent, hogy nem úgy nem is érzhetik, hanem nem is áldozhatik. Fölfüggesztés annyit jelent, hogy félreszendeink nem gyomhat, nem áld, vagy nem is észhetik, nem áldozhatik. Nyilvános papi működés, fogalma nem volt senkinek se. Mert nincsen ilyesmi az egyházi jogi törvénykönyvet. A gyakorlat aztán kiderítette azt, hogy hát semmi kifogásuk nincsen az ellen, hogy én erdőn, mezőn, réten misézek, keresztelek, vagy akármi papi dolgot csinálok, semmi kifogásuk nincsen az ellen, hogy a kis közösségeimben misézek, lelkivezetek, gyóntatok. A nyilvános papi működés annyit, hogy a Római Katolikus Egyház tulajdonában levő ingatlanokban nem tehetem be a lábamat, ami nő a templom. Misét hallgathatok, mint elég katolikus, de nem misézhetek. Illetőleg csak mellékoltárnál, illetőleg csak meg nem hirdetett időpontban, akkor szabad nekem ilyesmit csinálni. Ez a nem nyilvános.
És 6 esztendőt telt bele abba, ami ki tudta gyomrozni ezt belőlük. Hát ezek a püspökök akkoriban nekem kortársaim voltak. Hát ezek tudták azt, hogy Gyurka rendben, kicsit fafejű, de hát rendes gyerek. Na most ez van 82-ben. A Vatikán szintén 5 évig húzza ezt a madzagot. 85-ig csak tanulmányozza az ügyet, hogy mit kell ezzel a Bulányi ügyet csinálni. Aztán akkor elküld ide valakit. Kommunisták szívesen vennék azt, hogy a hittani kongregáció, az inkvizíció maga elé rendelne. Tehát én a piarista generálissal kapcsolatban vagyok, hogy nem, én nem megyek ki, mert tudom, hogy a kommunisták adnak nekem útlevelet kifelé, csak visszafelé nem adnak. Úgyhogy kénytelen a hittani kongregáció szent inkvizíció idejönni, és akkor itt folyik egy beszélgetés, egy szintén korombeli, na, tőlem fiatalabb, most ő az Irci apát, és hát elkészül a jegyzőkönyv, és hát a legnagyobb kínban van a Ratzinger, hogy mi a csodát csináljon, mert hát az, hogy nekem nagyon rossz éleménye van arról, amit az egyház csinált, hát azt csináljátok, amit Jézus mondott, ezt a buba megöntést, ezt a szentségkiszolgáltatási üzemet, hogy boldog-boldogtalannak megfelelő taxamellel kiszolgáltatjátok ezt is, azt is, azt is, ezt. Hát ez nem lehet semmit sem. De más dolog az, hogyha valaki eretnek. Például azt mondom, hogy nem hiszem el az egyháznak azt a ítételét, hogy Szűz Mária születi Jézus szülése előtt, alatt és után szűzott. Elhiszem. Hát miért ne higgyem el? Hát nem azt kívánják, hogy állítsam, hogy ez így van, nem, hogy higgyem el. Hát elhiszem. Hát Isten mindent meg tud csinálni. Azt is, hogy aki gyereket szül, az szűznek. Ha egyszer ez benne van a katolikus krédóban, hát ki vagyok én, hogy megmagyarázza azt, hogy nem, kérem szépen, az Isten ilyesmit nem. Tehát én ezeket nem bántom, ezeket a dogmákat, a Szent Háromságot sem bántom. Hogy az Isten egy is, és három is, és ezért erre mi vannak érveim, ezt valahogy meg, ez nagyon közel esik hozzám, mert Isten szeretet, és a szeretetben mindig kell egyik, aki ar, másik, aki kap, és a szerelem összefogja őket. Szóval én az egyház dogmatikáját nem bántom, én csak azt mondom, amit ők is mind tudnak. Na most ekkor marha nehéz szankciókat foganatosítani, úgyhogy akkor, amikor 15 éves volt már ez a megtiltjuk a nyilvános papi működést. Jogát, akkor írtam a Ratzingernek egy levelet, hogy eminenciád. Az én hazámban az apa gyilkosnak is 15 év után megbocsátanak, életfogytig lanya, letelt, kiengedi. De ezt a püspökeimnek nem mondhatom el, mert ők mind azt mondják, hogy kedves atya, maga ügye, a Vatikánon fordul. Nem úgy mondtam, hogy rajta fordul. Hát letöltöttem a 15 esztendőt. Elmondom a krédot, hiszek egy Istenbe, és ne írtam, nem az, hogy hiszek egy hazában, nem mindenható atyában. Hát azt írta Ratzinger, hogy rendben van. Sőt, beírhatom a 13. pontot a lelkiismereti szabadságról, még egyik bűne volt a 55-ös jegyzőkönyv felvételnek, hogy jó, aláírom én, amit küldtél nekem, de ezt a zsinati passzust is írjuk belé, hogy az ember a lelkiismerete által ismeri meg az Isten, és a lelkiismeretet kényszeríteni nem szabad. Ezt is beírhatom. És majd ő elintéz mindent a magyar viselkedésre.
Hát elintézte. Hát megbeszéltek, menjen már ez a vén ember, hadd misészessen templomba. Hát úgyis csak akkor tud misélni, ha meghívjuk, mert temploma nincs. Hát akkor misészetek templomba, egy pap oda beenged. A működésem 95%-a most is templomon kívül van, pont. Jó, mielőtt átadnám, önöknek a mikrofont, hadd legyen egy utolsó kérdésem. Ugye a legutóbbi időben szóba került a parlamentben az, hogy esetleg az egyházat is, vagy az egyházakat, vagy az egyházaknak a tisztségviselőit is át kellene világítani. Milyennek tartja ezt az ötletet Bulányi György? Tetszik-e? Hát ez az egész átvilágítás dolgot röhelyesnek tartom. Ne! Hát senki nem voltak felelősségre. A miniszterelnökökből, a miniszterekből, a pártvezetőségi tagokból. Mindezt nyugodtan lehetett csinálni. Ez az egész pártunk és kormányunk, hát ez volt a szovjet akarat végrehajtója. Most akkor elkezdünk hülyéskedni azzal, de azok, akik titokban segítettek ezeknek, ezeket kell. Mit csinálj? Mit csináljunk? Hát ők fejlesztették ki, akiket nem büntetünk meg, ők fejlesztették ki azt a spiszni réteget, amiket azért fejlesztettek ki, hogy Magyarországon háromfajta ember legyen. Pártag, 3x3-as, meg takarítónő. Megvallották, hogy kommunisták, és mindig igaz kommunisták szolgálták a Szovjetuniót, amelyik a világ reménysége. Ez az egész hülyeség. Jó, hát azért egy kicsit más a kép, mert maradtak azért még a két világháború generációból is emberek, akik, hogyha nem is voltak pártagok, nem is biztos, hogy 3x3-asok voltak, nem biztos, hogy takarítónők voltak, vagy takarítók, teljesen mindegy. Vagy nincs ilyen kategória? Most az ön véleményére vagyok kíváncsi. Hogy látja? Ez, amit én mondok, az 99%-ig is azt mondja, hogy túlszás, akkor engedek belőle, hogy 98. Szóval mindig van kivétel az általános helyzet. De ez úgy összkép. Úgyhogy rettenetes volt a feláborodás, amikor évekkel ezelőtt Népszabadságban meginterjúoltak, és azt mondtam, hogy hát papjaink 95%-a lehetett beépíteni, mert hát azt nem viselhette pártunk és kormányunk, hogy azok, akik a szószékről az Isten igéjét hirdetik, hogy az ne legyen barátunk. Ez a trón és oltár szövetség, hogy minden püspök a barátunk, hát minden plebánosnak is a barátunknak kell lenni. És akkor nagyon rossz néven vették ezt, hogy hogy lehetett 95, mondom, javítok, 96. Na jó, nagyon szépen köszönöm. És arra kérem önöket, hogy ha van kérdésük, akkor ahogy szoktuk, fáradjanak ide ki, írják alá ezt a vendégkönyvet, javaslatokat, véleményeket, ahogy mindig is szoktuk csinálni, tehát ez járjon körbe. Fáradjanak ide ki, mondják el a nevüket, és akkor tegyék fel a kérdést, és Bulányi Páter válaszolni fog rá. Tessék, parancsolni. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Gyurka bácsit. Valamikor a búvárokban már többször találkoztunk. Gergi V. László vagyok, tessék helyet foglalni. Én azért jöttem el most 2004 karácsony, a fényfiú születése előtt alig néhány tucat órával, hogy ezt az igen kemény sorssal megáldott Bulányi Györgyöt 87 éves korára és dacára megérkezve a mába Jézussal, és ez számomra, nem tudom, hogy nem tudtam esetleg kinyitni az antennáimat, ez valahogy nem sikeredett. És hirtelen, és folyamatosan ugye, ahogy végigpásztáztuk a Rákosítól a Barak országai, és hagyne soroljam,
valahogy az egész olyan elszemélytelenedett volt, holott én elsősorban Gyurka bácsira voltam és vagyok kíváncsi, és leszek kíváncsi, és természetesen Jézussal. És hirtelen eszembe jutott az, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek számotokra, mert én nem erről a világról való vagyok, és ti sem. És elküldöm nektek majd a vigasztalót, aki majd mindenre emlékeztet titeket. Én azt feltételeztem, hogy ez a vigasztaló itt most Bulányi György, és sokkal, de sokkal több volt a kesergő, sokkal, sokkal több volt a fájdalom, holott Jézus a vezér üzenete egyáltalán nem ez. Új parancsolatot adok néktek, szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket. És tovább lehet menni a 2004-es esztendő dacára, hogy lépjünk már végre túl a szemet szemért, fogad fogért mózesi üzeneten, hiszen felülírta a Krisztus. És én icipicit most valahogy olyan érdekes felemáson érzem magamat, és a birtoklás, igen, sajnos, amikor a mammon a fókuszban, a mammon van a központban, nem lehet két Istent szolgálni, akkor bizony baj van. De Jézus a Krisztus azt is mondja, hogy azért jöttem, hogy életetek legyen, és bővölködjetek. És azt is mondta, hogy nem azért jöttem, hogy ti szolgáljatok engem, hanem azért jöttem, hogy én szolgáljak titeket. És akkor ebben a pillanatban, hogyha a szolgálat zajlik, akkor jöhet bármilyen kemény sorskarma, akkor a dolgok akkor is Jézus fénységében, azt hiszem, hogy legyen világosság, legyünk világosság, én vagyok a világosság, és ti vagytok a világosság. Ki vár rá reagálni most? Vagy várjunk. Akkor várjunk még további kérdések, nem tudom, vannak-e. Kimerítettem őket. Jó, hát akkor, hogyha nincsen több kérdés, akkor nagyon boldog karácsonyi ünnepeket, kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok mindannyiuknak, akik itt vannak. Január 3. szerdáján találkozunk itt este 6-kor. Durai Miklós lesz a vendégünk, és egy boldogabb, jobb, az eddiginél kedvezőbb esztendőt kívánok tényleg mindenkinek, és hát kellemes karácsonyi ünnepeket. A viszontlátásra akkor a jövő hónapban, 3. szerdán. Azt hiszem, hogy 19-e, bár nem mernék rá megesküdni így hirtelen.